Száraz György könyvei, a kiválasztottak titkos tudása, a lelkekbe és az erekjébe rejtett információk, Istenek beavatásai, az egyiptomi misztérium iskolák, az élet mágikus alapelvei, személyiségfejlesztő mesterkurzus, a magyarok beavatása, ősi napvallásunk szent ösvényén, megrendelhetők a napvallás.hu oldalon. Zarándok helyek. A zarándoklat egy hely felkeresése valamilyen kultikus célzattal. A zarándoklat nem feltétlenül függ össze a vallásossággal, de természetesen a hithez kapcsolódik. Ezeken a helyeken az ember lelke feltöltődik azzal az erővel és energiával, amely a szent helyből árad. Általában a zarándokhelyek egyben csodatevő helyek is, ahol az isteni erők jelenléte az átlagosnál sokkal jobban érzékelhető. Számtalan gyógyulás, jelenés és kinyilatkoztatás történik mind a mai napig a világ igazi zarándok helyein. Kába szentély, Szaúd-Arábia. A Kába szentély, vagy egyszerűen csak Kába, a mekkai nagy mecset belső udvarán álló szentély, amelyben egy rejtélyes, fekete követ őriznek. A fekete kő, valamint a köré épített szentély és mecset az iszlám világ legfontosabb vallási központja, a legszentebb helye. A kibla, vagyis a muzulmánok imádságának meghatározott iránya a világ minden tájáról a Kába felé mutat. A hívők naponta 5-ször a Kába felé fordulva imádkoznak, és a Korán, vagyis az iszlám szentkönyv parancsa alapján ide zarándokolnak, ha megtehetik. A nagy mecset négyszögletes belső udvarának közepén egy talapzaton áll a 12 méter hosszú, 10,5 méter széles és 15 méter magas Kába szentély. A Kába név az arab kocka szóból ered, az épületet fekete brokát trapéria borítja, amelyet ezüst és arany színnel írott idézetek díszítenek. A szentély oldalait nagyjából a négy égtáj felé tájolták. A Kába szentély keleti sarokköve, a fekete kő, a híres meteorit. A tévesen Kába kőnek nevezett kisméretű, 30x40 cm-es meteorit az épület ajtaja mellé van befalazva, egészen alacsonyan azért, hogy csak térdelve lehessen megcsókolni. A fekete kő több darabra törött, ezért vastag ezüstpán tartja össze. A hagyomány szerint a Kába szentélyt Ibrahim, vagyis Ábrahám, és fia Izmájel emelte az igazistennek. A Kábához kötődnek bizonyos szertartások is. A muszlim vallásnak 5 alapelve van. Hitvallás az egyistenről, rendszeres imádkozás, adakozás, böjt és zarándoklat. Ennek megfelelően a muszlimoknak naponta 5-ször kell imádkozniuk, bárhol legyenek is a nagyvilágban. A zarándoklat 5 napig tart, a hívők a mekkai zarándoklat első napján 7-szer körbejárják a Kába szentélyt, majd 7-szer futnak végig a két közeli domb közötti fedett folyosón, amellyel Hágár és Izmájel sivatagi vándorlására emlékeznek. Az 5. napon ismét 7-szer járják körbe a Kábát. A zarándokok 7x7 követ gyűjtenek, amelyekkel az út 4. napján Minában jelképesen megkövezik a démonokat. Szent Jakab út, El Camino, Spanyolország. A Szent Jakab utat spanyol neve okán Camino de Santiago-t egyszerűen csak El Camino-nak is nevezik. Maga a zarándokút Spanyolország Galícia tartományának fővárosában, Santiago de Compostela-ba vezet. A keresztény hagyományok szerint a helyi székesegyházban található idősebb Szent Jakab apostol, Jézus egyik tanítványának földi maradványai. A zarándokút nemzetközileg ismert jelvénye a fésűkagyló, mellyel az út mentén mindenütt felfestve találkozhatunk. Jeruzsálem és Róma után Santiago de Compostela a keresztény zarándoklatok egyik legfontosabb célállomása. A legenda szerint Szent Jakab holttestét hajón hozták Jeruzsálemből Észak-Spanyolországba, s itt temették el azon a helyen, ahol most Santiago de Compostela található. A középkori keresztes hadjáratokat követően értékelődött fel igazán a kaminói zarándoklat, miután a Szentföldre már nem lehetett eljutni. Ma már nem csak a vallásukat gyakorlók indulnak neki e hosszú zarándokútnak,
hanem olyanok is, akik az élet nagy kérdéseire keresik a választ. Az 1980-as évek második felétől újjáélet El Camino vonzereje. 1993-ban sok zarándokszállást és útjelzőt felújítottak. A Szent Jakab út 1993-tól az UNESCO világörökség részét képezi. A zarándokok száma évi átlag 50 000-100 000 között mozog, de 2004-ben megközelítette a 180 ezeret, mivel az szent évnek számított. Amikor még jó néhány évvel ezelőtt e sorokat írtam, akkor arról értesültem, hogy az El Camino zarándokút hatására elkezdték kiépíteni Magyarországon a Mária út névre keresztelt zarándokutat is, mely Máriaceltől Csíksomlyóig és Csesztóvától Medjugorjéig fog tartani. A Megváltó Krisztus szobra, Brazília. A Megváltó Krisztus szobra, vagyis a Megváltó szobra, a brazíliai Rio de Janeiro-ban található. 30 méter magas, Jézust ábrázolja, amint kitárja karjait. Ez Brazília nemzeti jelképe. A 8 méteres talapzaton álló emlékmű egy 1145 tonnás szobor, melynek szélessége eléri a 30 métert. A Megváltó Krisztus szobra 704 méteres magaslaton, pontosabban a Corcovado hegyen foglal helyet. A vallási emlékmű megalkotásának gondolata 1850 körül vetődött fel Dom Pedro Maria Bosz katolikus pap fejében. De terveit akkor még nem ölthettek testet. Egészen 1921-ig kellett várni, amikor is Brazília függetlenségének 100. évfordulója alkalmából az egyik hetilap pályázatot írt ki egy nemzeti emlékhely megalkotására. A pályázat győztese Heitor da Silva Costa lett. A Megváltó Krisztus szobor létrehozatalára adománygyűjtés szerveztek. A szobor Párizsban készült. Az óriási műalkotást a 20-as évekre jellemző művészeti irányzatnak megfelelően Art Déco stílusban alkották meg. 1931. október 12-én ünnepélyes keretek között avatták fel. 1965-ben 6. Pál pápa jelenlétében megismételték a felavatási szertartást, majd 1981. október 12-én került sor 2. János Pál pápa jelenlétében a szobor 50. születésnapjának megünneplésére. Gyalogosan 220 lépcsőfokon lehet feljutni a szobor lábazatánál kialakított kilátóteraszhoz, ahonnan bámulatos panoráma nyílik az egykori fővárosra. A Megváltó Krisztus szobrát az úgynevezett Hetek napján, 2007. július 7-én Lisszabonban tartott nemzetközi szavazáson a világ 7 új csodája közé választották. Ez az egyetlen 20. századi építmény, amely bekerült a hetek közé. Vallásos és nem hívő emberek egyaránt elzarándokolnak életükben legalább egyszer a Megváltó Krisztus szobrához. A zarándokok száma meghaladja az évi 1,8 milliót. Előadásaimról, könyveimről, a különféle istentiszteletekről, utazásokról és egyéb programokról a napvallas.hu oldal eseménynaptárjából tájékozódhatsz. További érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György, valamint az Igazságkereső című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallas.hu és a boldognapot.hu honlapjaimra is, amelyek saját Facebook oldallal is rendelkeznek. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!